Második alkalommal rendeznek zenész és vőfély találkozót Kisteleken. Tóth Józsefet és Tóth Martint kérdeztük a részletekről és a jegyvásárlási lehetőségekről. Immáron második alkalommal tartanak zenész és vőfély találkozót itt Kisteleken, erről kérdezzük Tóth Józsefet és Tóth Martint, a szervezőket. Köszöntelek titeket! Hogyan is kezdtétek annó szervezni ezt az elsőt? Mi is köszöntünk benneteket, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Szeretettel köszöntjük a Kisteleken TV nézőit, Facebook követőinket. Hát azért vagyunk itt, mert most második alkalommal megszervezzük a zenész-vőfény találkozót, hiszen az első egy nagy volumenűre sikeredett rendezvényünk volt, és ugye 2 évig nem lehetett megtartani, most viszont meg lehet. Hál' Istennek vannak támogatóink, többek között a polgármester úr, aki nagyon finanszírozza ezeket a dolgokat, úgymond, és így gondoltuk, hogy akkor megint belecsapunk és csinálunk egy szép estét a városnak. Mikor lesz pontosan, mit tudhatunk róla? Kicsit így részletezzük ezt a második vőfély találkozót. Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves tévénézőt. Hogy mikor lesz a bál, ez minden évben úgy szoktuk szervezni, hogy február utolsó hétvégéje legyen. Ez most február 25-re fog esni. Itt lesz a kisteleki városi sportcsarnokban. Mit tudhatunk eddig? Változni fog egyébként a vőfélyek népsora, száma, hogyan, kik fognak érkezni az előzőhöz képest? Hát igazából nem fog változni, tehát maradunk ennyivel, annyi létszámmal, amennyivel ugye elindítottuk az egészet. 4 zenekar fog részt venni, és 6 vőfély a környékből. Tehát minden évben másokat szeretnénk fölléptetni, pont azért, hogy megismerjék itt a környékbe más zenekarokat is. Hogyan is zajlik egyébként egy ilyen találkozó? Mindenki zenél egyet, vőfély, hogy van ez? Egy ilyen zenész találkozó úgy szokott kinézni, hogy több zenekar van, illetve több vőfély. A zenekarok felosztják egymás között idősávokba, hogy ki mikor játszik. A vőfélyek pedig felsorakoznak szépen sorba, és elmondanak egy-egy köszöntőt, egy-egy verset, amit lakodalmakba szoktak, illetve amiket kitaláltak és megtanultak az évek során. Itt Kisteleken a zenész és vőfély találkozón a zenekarokat elmondanám. Telekgerendásról jön a Karaván zenekar, illetve Zákányszékről jön a Hangulat Band, Pintér Józsi barátunk vezetésével, illetve Kistelekről jön Bélteki Csaba, Csuka Laci és Sánta Csaba. Róluk azt kell tudni, hogy a Halasi Hangulat zenekar életébe aktívan vesznek részt, hogyha véletlen mi is megszólunk, akkor segíteni szoktak rajtunk. És végül, de nem utolsó sorban, ott leszünk mi is, a Halasi Hangulat zenekar, mint főszervezők. A vőfényekről annyit kell tudni, hogy Szentesről jön 2 vőfény, itt lesz a vőfény szakszervezetnek az elnöke, és egy ceremónia mester lesz, egy meglepetés lesz, aki kisteleki illetőségű, és végre örült neki, hogy egy fölkérést kapott ide Kistelekre. Akkor, amit először is mondtál, hogy ez is célja egyébként ennek a találkozónak, hogy amellett, hogy jól érzi magát a város, vagy aki ide érkezik, hogy megismerjék a vőfélyeket, és ez nekik is úgymond talán több munkát adjon. Igen, így van. Tehát ugye van, aki évek hosszú során nem kerül erre, és hát ezáltal itt azért, hogyha ha számításaink bejönnek, akkor 600 főnél most azért lehúzzuk a limitet, így beszéltük meg. Egyébként itt meg szeretném jegyezni Bélteki Csabi és családjának a segítséget. Ő segít nagyon sokba a szervezésbe, hiszen ez egyedül nem menne, és hát próbálkozunk vele, hogy minél jobban sikerüljen. Aki részt szeretne venni rajta, hol vásárolhat jegyet erre a találkozóra? Lesznek jegyárus lányok, a plakáton meg fog jelenni. Konkrétan nem tudok még most jegyárat mondani, mert várjuk az étteremnek a visszajelzését, hogy mennyiért tud nekünk reprezentálni ételt. Ugyanúgy szeretnénk svéd asztalosra megcsinálni, hogyha lehetséges, és hogyha vállalják természetesen, akkor svéd asztalos is. Hagyományoktól nem térünk el, Bográcsba fog kint főni a marha pörkölt. Szeretettel várjuk a kedves érdeklőinket, követőinket, barátainkat, mindenkit, aki szeretne egy hatalmasat bulizni itt Kisteleken a sportcsarnokban. Köszönjük szépen polgármesternek, hogy
ezt elfogadja és így támogatja ezt az egészet. Átadták a szociális díjakat a Kisteleki Család és Gyermekjóléti Központban. Erről kérdeztük Rácz Zoltán és Bukor Anitát. A Szociális Munka Napjából a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói is munkájuk miatt elismerésben részesültek erről, és a központ elmúlt időszakáról és a jövőről. Egy kicsit a jövőről is kérdezzük Rácz Zoltán és Bukor Anitát. Köszöntelek! Kik is voltak, akik ilyen elismerésben részesültek, és miért is pont ők kapták? Én is köszöntöm a nézőket. Ugye a Szociális Munka Napja minden év november 12-e, Magyarországon 5 éve van, hogy ez a szociális területen dolgozóknak egyébként munkaszüneti nap. Mi most a Szociális Munka Napját és egy kicsit az adventi készülődést összekapcsoltuk, és nagy izgalommal vártuk egyébként ezt a rendezvényünket, mert nem csak a Kisteleken, de a Kistelek járásban dolgozó, szociális területen dolgozó szakemberek itt voltak nálunk ezen az ünnepségen. 3 fő volt az, aki külön díjat kapott a kiemelkedő szakmai munkájáért. Nyilván mind a 3 fő különböző szakterületen dolgozik az intézménynél. A gyermekvédelem területén Bálint Takács Réka volt az, aki megkapta ezt az elismerő oklevelet. Rékáról annyit érdemes tudni, hogy tényleg olyan szakmai munkát végez, nem csak Kisteleken, de a járásban, ami azt gondolom, hogy tényleg megalapozottá tette azt, hogy kiemeljük az előző évi munkáját, mindemellett, hogy nagyon jó szakember, nagyon megbízható és nagyon precíz kollega, ami azt gondolom, hogy gyerekvédelem területén elengedhetetlen. A külön díszoklevelet kapott az idős gondozásban már hosszú évek óta dolgozó Juhász Mónika, aki ő sem csak Kisteleken, hanem a járásban lévő elsődlegesen a házi segítségnyújtásban dolgozó kollégákat segíti a mindennapok során, és van egy vándorserleg, amit az idei évben indítottunk el. Az lett a neve, hogy Szocz Vándor Serleg. Ezt mindig egy olyan személy kapja az intézményben, aki amellett, hogy magában az intézményben nagyon sok szakmai feladatot elvégez, és azt kiemelkedően csinálja, de nem csak az intézményünknél lévő munkája, hanem azt már egy kicsit átcsúszik a mindennapi és magánéletébe is, és Tariné Csumandruangi, aki azt gondolom, hogy tényleg Kisteleken nagyon sokat dolgozik azért, hogy fogyatékkal élő emberek minél több segítséget és támogatást kapjanak, úgyhogy ő volt a 3. díjazottunk. Egyébként mit szóltak hozzá, így örültek neki, hogy kaptak ilyet? Hát ha mondhatom, így hírzárat volt, hogy kik lesznek a díjazottak, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meglepődtek, amikor megkapták a díjat. Egyébként magát a díjat közösen polgármester úrral adtuk át, és azt gondolom, hogy tényleg megadta ennek az egész ünnepségének a fényét az, hogy polgármester úr is el tudott jönni, és ő is tudott gratulálni, és meg tudta lepni, és meg tudta ajándékozni az itt dolgozó kollégákat. Hogyan fog állni így az következő időszak itt nálatok, hogyan fog zajlani? Ugye elindul december, ami nagyon mozgalmas, amellett, hogy tényleg elkezdtük már az adventi készülődést is, emellett azért nem csak a gyerekek, de az idősek is nagyon várják azt, hogy meglátogassa őket a télapó, úgyhogy Mikulás kapcsán 2 rendezvényünk is lesz. Lesz egy, amelynek a Gyermekétkeztetési Alapítvány a támogatója, és Mikulás csomagokkal ajándékoz meg Kisteleken élő gyerkőcöket, és jövő héten pedig Mikulás napján elérkezik az intézmény lakói számára is a Mikulás. Ott az idősek már nagyon várják, és ők is énekekkel, versekkel készülnek, hogyha megérkezik a távoli vendég, akkor meg tudják majd örvendeztetni. És akkor nyilván Mikulást követően készülünk már a karácsonyra is, összeállt a karácsonyi műsorunk, úgyhogy, és egy kis ajándékkal és karácsonyi műsorral fogjuk majd meglepni azokat az időseket, akik vagy itt élnek az intézményünkbe, vagy pedig napközben beszoktak hozzánk látogatni. Úgyhogy ezek, amik még várhatók idénre. Újra várt a látogatóit a Kreatív Klub. Az erről készült összefoglalónkat láthatják.
Újra várták a látogatókat a Kreatív Klubba, a Klebersberg Művölődési Központ földszinti előterébe. Az adventi hangulatot megadva tobozfát és tobozból készült karácsonyi díszt készíthettek. Ahogyan eddig is, most is többen már sokadik alkalommal látogattak el a klubba, és vannak olyanok is, akik már a kezdetektől fogva visszatérő tagjai csapatnak. Gyerekekkel is érkeztek, akik lelkesen készítették el szüleikkel a karácsonyi díszeket. A tobozfa készítésénél cserepeket, tobozokat, dekorelemeket is felhasználtak a résztvevők. A karácsonyi dísz alapja volt a toboz, arra ragaszthattak fel mindenféle díszítő elemeket. A kéményseprésel kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatást hallhatják. Tájékoztatás kéményseprés változásáról. 2023. január 1-től a Szegedi Kéményseprőipari Kft. Kéményseprő mester szakemberei továbbra is jelen lesznek és vállalják az égéstermék elvezető kötelező ellenőrzését, tisztítását. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2023. január 1-től a lakossági kéményseprőipari szolgáltatást a Csongrád-Csenád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéményseprőipari ellátási csoportja végzi a lakosság megrendelésére. Elérhetőségük telefon 1818/9/1-es menü. Mobil 0630-261-54-66. Vállalkozások, olyan magántulajdonú ingatlanok is ideértendőek, melyekbe be van jelentve vállalkozás telephelye vagy székhelye. Társaságunktól is megrendelhetik az égéstermék elvezetők kötelező ellenőrzését, tisztítását térítési díj ellenében. A Szegedi Kéményseprőipari Kft. Kéményseprőmester szakemberei továbbra is jelen lesznek Kistelekváros területén, és felajánlják a szolgáltatást a közületi besorolás alá eső ingatlanok részére. 2023. évtől több szolgáltató cég is megkíséri majd a munkavégzést, erről előzetes tájékoztatást nem fognak kapni a vállalkozások. Társaságunk igyekszik a továbbiakban is a 25 éve megszokott teljes körű precíz és a költséghatékony szolgáltatást nyújtani azon vállalkozóknak, akik a jövőben is a Szegedi Kéményseprőipari Kft. Dolgozóit látják szívesen. Elérhetőségünk 0662 485 077. Citera bál tartott a Kisteleken. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Citera bál tartott a Kisteleken. November utolsó hétvégén rendezte meg a kisteleki citera zenekar a hagyományos jótékonysági bálját. Szalai Józsefné Marika üdvözölte a résztvevőket és megköszönte a felajánlásokat és a segítséget. Szeretettel köszöntöm minden kedves vendéget, aki időt és fáradtságot nem kímélve buliznak itt az éjjel, és készülnek a tombola húzásra. Hálás szépen köszönjük a támogatásokat, sok-sok tombola felajánlásokat. A Citera zenekar 1973-ban alakult, melyet 40 évig Rácz Imre bácsi vezetett. Távozása után egy rövid időre üres légkör maradt, de szerencsére a dermedtség hamar megszűnt, és 2013-tól Vígné Locskai Krisztina vezette át a vezetést mindannyiunk örömére. Folyamatosan megmérettetik magukat, és részt vesznek a minősítőkön, ahol mindig kiemelkedő díjakkal térnek haza.
zenekar tagjai, Zudorné Helgyöngyi tenor, Szabó László tenor, Igács Brigitta tenor, Békésiné Marietta Bőgő, Vígné Locskai Krisztina Prím, Víg Molly Prím, Kurtis Barbie Prím, Zelei Dóra Prím, Hegedűs Fanni Prím, Rácz Ági tenor, és új tagok, Szabó Lépító Katalin, Szabó Jázni. A zenekar tagja még Bozó Péter és Csikós Máté, akik sajnos szintén egyéb elfoglaltságuk miatt a mai napon nem tudnak részt venni. Velünk ünnepel Békési Dia Citerás is, aki most, mint vendég vesz rá részt az esten. És Kodály szavaival élve, aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, ami benne érték, az mind meghatványozza. Majd Domonics János, Kistelekváros alpolgármestere, szintén köszöntötte a megjelenteket. A várról az jut eszembe, hogy sajnos a Covid-járvány miatt Kisteleken is nagyon kevés rendezvényünk volt az elmúlt időszakban, kevés válunk is, de reméljük ezt jövő évben tudjuk pótolni, és minden visszaáll az eredeti kerékvágásban. Már hallottam, hogy őfély találkozó lesz február végén. Reméljük, Serben Józsiék meg tudják tartani az óvodabálat a szokásos tavaszi időpontban. És körülbelül egy két héttel ezelőtt volt az önkormányzatnak polgármester úr kérésére egy találkozó a helyi civil szervezetek számára. A helyi egyesületek vezetői jöttek el, ahol felmerült egy olyan ötlet, nem tudom, hogy önök mit szólnak hozzá, hogy jövőre szervezzünk egy farsangi bálat is. Ez még egyeztetés alatt van, nincs még döntés, de ezzel együtt, és még esetleg a gasztronómiai fesztivállal, és természetesen Krisztinával a következő citalabájával, már legalább öt rendezvényünk, öt bálat lenne újra Kisteleken, azt szerintem egy szép szám. A harmadik, amíg ezzel kell kezdenem, szeretnék volna megköszönni együttesnek és Krisztinának ezt a szuper szervezést, hogy újra megszervezték számunkra a Citerabálat, és hát most már nem csak az ő hírnevüket, hanem Kisteleken nevét is örökítik ezzel. Önöknek meg szerettem volna megköszönni, hogy eljöttek, és mindenkinek nagyon jó szóra szeretnék kívánni, és ha visszaemlékeznek majd erre a várra, akkor úgy emlékezzenek, hogy milyen szuperet bulisztunk, és jövőre is el fogok jönni. Végezetül engedjék meg, hogy egy-egy csokor virágot adjak át a szervezőknek, és sok sikert kívánjak nekik a további munkájukhoz. Ezután következett a Kisteleki Citara Zenekar műsora, az ismert népdalok mellett mesejátékkal lepték meg a közönséget. Ágy Isten, atyafiak magukat mit néznek? Hajjálkod, te meg itt van. Mert hunk kéne lenni? Hát azt mondják a faluba, hogy betoltál. 93 kakas lőtt, 33 gyerek, 33 kakon mögé, így beitáltunk. Gyere, Máni, de koma. Az igaz, hogy megtoltam, de csak egyet, azt is huncutságú. A maradék 99-et a falu pregykás asszonyai rakták hozzá. Na, ugye mondtam, komám, hogy bebizonyítom neked egy nap alatt, hogy a falu minden egyes asszonya pregykás. Nagy gázta volt! Nagy, paradis hozzá, hogy így jön. Ezek
itta, jót mulatta. Máig is élnek, ha meg nem haltak. Zsvös volt itt a nóc este, anyja napra jogom, szeretem a bort. Most is nézzek a nóc, anyja napra jogom, szeretem a bort. Én is szeretem a bort, anyja napra jogom, szeretem a darab után a zenekar vezetője, Vígné Locskai Krisztina osztotta meg gondolatait. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy újra találkoztunk két év után, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni, hogy itt vagytok velünk. És bízom benne, hogy az este további részében is jól fogtok szórakozni. Nagyon szeretném megköszönni mindenki támogatását. Mi egy igazi, nagyon nagy család vagyunk itt mindannyian, akik mindig itt vannak velünk. Szeretném megköszönni Marikának, hogy mindig mellettünk van, és a zenekar összes tagjának, akik nagyon-nagyon sokat dolgoztak, azért, hogy létrejöttek. Majd az este folyamán a Halasi Hangulat zenekar gondoskodott a jókedvről.